jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. Zöld óvodák. Éljünk környezettudatosan. Gyakran találkozunk ezzel a felszólítással, de vajon hogyan tanulhatjuk meg ennek mikéntjét szülőként és gyerekként? A zöld óvodák ebben segítenek. A környezeti nevelés iránt elkötelezett pedagógusok a 2000-es évek elején kezdeményezték az óvodai nevelés átalakítását a környezettudatosság szellemében. Ennek folyamányaként több száz óvodapedagógus vett részt továbbképzéseken, tanulmányok jelentek meg a témáról, és hamarosan létrejött a Zöld Óvodák honlapja. 2006 óta több mint 600 intézmény nyerte el a Zöld Óvoda címet, amelyre pályázat útján lehetett jelentkezni. Pályázatnak a lényege, hogy van egy 20 pontos kritériumrendszer, amit ki kell töltenie, amiről nyilatkoznia kell az intézménynek. Ebben a pályázati anyagban az elmúlt 3 évnek a nevelő munkáját kell bemutatni, fenntarthatósági szempontból, hogy mit végzett az óvoda ezen a területen, és hogyha ez a kritériumrendszer alapján elmondható, hogy megfelel a feltételrendszernek, akkor megkapja a Zöld Óvoda címet, és tagja lesz annak a rendszernek, amit működtetünk, ahol mindenféle segítséget megkapnak ahhoz, hogy ezt a tevékenységüket még inkább tudják folytatni. Évről évre nő az érdeklődés a zöld óvodák iránt, csak az idén 248 intézmény pályázott a címre. A pedagógusok, a szülők egyre inkább felismerik, ahhoz, hogy környezettudatosabb társadalmunk legyen, az erre való nevelést már kisgyermekkorban ideális elkezdeni. Fel kell hívni a figyelmet rá, hogy az élő lények, minden élő lény az Isten teremtett világához tartozik, ahogy mi emberek is, és éppen ezért tiszteletet érdemel az élet. Hogy egy növény él, hogy egy fa él, és ne bántsuk a törzsét, ezt külön meg kell tanítani a gyermeknek. A budapesti 100-szor szép óvoda először 2006-ban pályázta meg sikeresen a Zöld Óvoda címet, 2013-ban örökös zöld óvoda minősítést kapott, 2010 óta pedig bázis intézményként is tevékenykedik. Jelenleg 7 bázis intézmény van az országban, de a hosszú távú elképzelés szerint minden megyében lesz egy, ami a többi megyebeli óvodát segíti majd az ilyen jellegű munkában. Bázis intézmény olyan példamutató munkát végez, aki meg tudja mutatni a környezetének a kiváló környezeti nevelő munkáját, és segíti a környezetében lévő intézményeket, ezt a szellemiséget támogatja, és igyekszik sok oldalon megvalósítani. A zöld óvodák feladata az általános természeti és környezetvédelmi ismeretek elsajátítása élményeken, feladatokon keresztül. Kiemelt helyen szerepel a saját környezet megismerése, tanulmányozása. A kirándulások alkalmával, természetjárás közben a gyerekek játszva fedezhetik fel az adott életközösséget. Az első perctől kezdve, hogy bekerülnek az óvodába a gyerekek, folyamatosan figyelünk arra, hogy nagyon-nagyon sokat legyünk kint a szabadban. Az óvodánk nagyon jó környezetben található, mellettünk van egy hatalmas rét, amit a szülőkkel közösen kitakarítunk, és minden évben ezt rendbe rakjuk, az az egyik életterünk. Rengeteget megyünk oda a gyerekekkel, rengeteget vizsgálódunk nagyítókkal, nagyító poharakkal, távcsövekkel, kosárkákval, ollóval, minden, ami a felfedezést segíti. Ezek az intézmények szorosan együttműködnek a helyi szervezetekkel és a szülőkkel, őket is bevonják a programjaikba, közös munkaakciókat, hulladékgyűjtést szerveznek. A gyerekek közben megtanulják, hogyan szelektálják helyesen a szemetet, az újrahasznosítható anyagokból játékokat készítenek. Ezen kívül tanulnak az egészséges életmódról, a helyes táplálkozásról, de az energiatakarékosság alapjait is elsajátíthatják. A zöld óvodákban olyan gondolkodás és viselkedésmódot ültetnek el a gyermekek fejében, amely egész életükre meghatározza a természethez való viszonyulásukat, és amelyet átörökíthetnek a jövő nemzedékei számára is. Hogy lesznek ezek túlélők, valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul?